Üdvözlök mindenkit, én Szovik, azt mi láthatjátok a League of Legends Ranked besoló, szezon 10-es Ranked besoló játékainak a következő rész epizódja, vagyis hát a taktikus csapatharcon belül, vagy TFT-n belül a második mérkőzés, és még elvileg hátra van, ezen kívül három. Ha jól számoltam, meg hogy jól értelmeztem, akkor csak úgy ötöt kell lenyomni az első szinten. Lehet, hogy az első besorolóig. Köszönjük szépen a hozzászólást, de pont nem érdekel minket. A saját harcomra vagyok kíváncsi, illetve arra próbálok ugye koncentrálni. A lényeg, hogy most kihoztam egy fiórát. És meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Lázadó, romboló, időhajlítós, mesterlövész. Lehet, hogy csinálok most egy kibernetikus, élharcos kombót. Egy kis kardmesterrel megfűszerezve. A kardmester majd úgyis... Hát a kardmestert azt úgy kéne megfűszerezni, hogy az Irelia kell a végén, meg a Kayle. Az összes többi az nem kell. Tehát nem kell a Sayah, nem kell a Shen, nem kell a Yasuo, nem kell a Master Yi sem. Tehát a kardmesternek csak a hármasok kell, és akkor egy teljes élharcost, meg egy teljes kibernetikus csapatot csinálhatunk. A kibernetikusoknál ugye az a lényeg, hogy egyetlen egy tárgyal kell rendelkeznünk, és megkapják a bónuszukat. Kibernetikus lőmester. Nagyon jó. Elrontottam. És akkor meg is van a kibernetikus 3. És például te már kapsz is akkor egy kardot, hogy nagyobb legyen a sebzés. Azon gondolkodok, hogy lehet, hogy a Shen-t ideiglenesen. Érted? Ideiglenesen. Jó, hagyjuk. Szóval lehet, hogy ideiglenesen kirakom majd. Ez mi ez? Sötét csillag varázslós lux. Arra szerintem nem lesz szükségem. Úgyhogy azt eldobjuk. Időhajlító bajkeverő, kibernetikus lőmester. Hát akkor még egy. És akkor ezt meg rátesszük a Leónára. És egyelőre maradjunk így én szerintem. Elvileg nagy a hatótáv. Kritikus csapás esély az 150-es. És ugye 105-ös volt a sebzése, ugye? Mert alapból ugye 55-ös, de így meg 105-ös. Jó. Nagyon jó. Mert a fióránk az sajnos eddig bírta. Nagyon jó. Na, egy győzelem már van. Mondjuk ezzel egyetlen egy probléma lesz, hogy akkor most más taktikát kell alkalmazni. Tehát most nem azt csinálják, mint az előzőnél. Itt van egy Leona. Ezt is szépen kihúzzuk. Az élharcosok közül kell egy Poppy, aki mégis szürke. Bár a Poppy az annyira nem fontos. A Shen az élharcos? Nem az időhajlító. Akkor várj, ez ki ez? Darius. Szerintem egy Darius kell majd. Az egy élharcos. Ja. És a Darius az élharcos, meg a Darius az kalóz élharcos. Ja, az kell, a Darius kell, a Jayce kell, a Wukong kell. Jó, akkor a Poppy az annyira nem fontos. Tehát jöhet a Poppy is, nem azt mondom. De hogyha nem esik ki a Poppy, az annyira nem vészes. Jó. Eddig jó, eddig kettőből kettő, és szépen termelődik a pénz. És ugye nyilván betartom ugye azt a szabályt, hogy nem rollolunk. Tehát az elején nem szabad igazából rollolni, vagy hát lehet rollolni, csak pénzpazarlás.
Kibernetikus. Szerintem kirakjuk a Shent. Meg hogyha majd esik még valami kardmester, akkor majd még azt is. De inkább élharcosok kellenének. Úgyhogy egyelőre a kibernetikusok eddig úgy megvannak, még mindegyikből kellene egy-egy-egy, és akkor jó lenne. És akkor elmondhatnánk, hogy a szürke meg a zöld része az már megvan. Tehát a kettes szinten már jók. Jó, úgy ledaráltam őket, hogy igazából senkit se veszítettem el. Akkor így most 100 ponton vagyok, tehát én fogok úgymond az utolsók közül választani. Úgyhogy addig igazából azt csináljuk, hogy hátradőlünk, azt nézegetjük, hogy mi lenne jó. Ott van például a Jace, az jó lenne. Ott van például a Lucian, az is jó lenne. De hogyha ezeket most mind elviszik, hát a Lucian-t elviszik, a Jace-t elviszik, igen. Akkor ott van mondjuk a Vi, az is azt hiszem kibernetikus. Úgyhogy a Vi-t elvisszük. Ja, a Vi az kibernetikus, úgyhogy jó is. Úgyhogy az megmaradt. Hát akkor építjük tovább a kibernetikus részét a dolognak. Nem, a Darius Monomartalucz. Akkor ki élharcos még? Látok. Poppy. Ki lehet az a zöld akkor? Most így elfelejtettem, hogy ki lehet az élharcos még. Csak van most. Akkor az nem a Darius. Ez a gond az ilyen kis képekkel, hogy nem látom rajta az arcát, hogy tényleg most ez kicsoda. Na majd kiderül. Hát ezt szerintem el fogom bukni. És pont egy időhajlító ellen. Nyerő szériában van. Ja, időhajlító 4-es. Hát mondjuk ő nagyobb szinten volt, szóval ja. Lehet, hogy én is összinteztem volna magamat, akkor nem itt tartanánk. Hát itt van egy kardmester. És akkor meg lenne a kardmester 3. De mondjuk az úgyis azt csinálja, hogy újabb támadásra ad esélyt. Végülis most úgy sem tudom kirakni a kardmestert, úgyhogy egyelőre kirakjuk a White-t. Meg behúzom ezt is. Mert hát, hogyha jönnek ilyen ínséges időszakok, akkor jól fog jönni a kardmester 3. Hát most nem jó, nem fejlődök. Nem haladunk előre. Na minden, most úgyis jön a harc. Azt most megnézzük, hogy milyen tárgyakat dobál egyáltalán a rendszer. Aztán majd annak függvényében eldöntöm, hogy hogyan haladjunk tovább. Most két szaját azt ki tudnék venni, és akkor lenne egy kettes szajám. Furcsálom, hogy nem dobál se Leónát, se Fiórát, se semmit. Pedig aztán ahogy nézem, más nem nagyon épít. De bizony benne, hogy ez a negyedik szint, ez most így elég lesz ezek ellen. Hogyha nem, akkor ezt nagyon-nagyon meg fogom szívni. Jó, az első megvan. Még egy KN kard. Jó, a második is megvan.
Egy kis pénzösszeg, nagyon jó. Akkor fel tudok menni 50 goldig, nagyon jó. Na és ez mit ad? Hextech. Szóval még átgondoljuk. Na, például Lucian, pont jó. A Jace ugye az élharcos. Az is jó jön. Az is jó, hogy van. Szerintem a kardmestert azt most egy ideig el, ezt most egy időre elfelejtjük. Szintet lépek, és akkor a Jace-t kitesszük egyelőre ide. Meg szétszedem így a csapatot. Hogy jó távol legyünk így egymástól. Meg kéne egy Fiora, meg kéne még egy Leona. Na most oké, hogy szintben oké vagyok. Jó, de legalább ezt most legyőztük. Szerencsére. Itt a Wukong. Hát a Wukong az kell. Ugye ő egy élharcos. És lehet, hogy jobban járok, hogyha... Hogyha... Ha kiteszem a Wukongot, de akkor kit hozzak be helyette? Behozzuk a Fiórát. Egyelőre. Megnézzük így. Ilyen szertágozó felállásban. Mi az a hármas borde? Ez mi az? Ja, az nem is mord, az egy zsár van, bocsánat, bocsánat. Rosszul mondtam. Érdekes. Van mire behozom a fiúrát, addigra pont dob még egyet. Hát akkor Leónát cserélünk. És akkor fiúrát tesszük középre. Egyelőre. Mondjuk szintezhetek. És akkor ugyanott vagyunk megint. És akkor úgy hatos vagyok, és akkor van élharcosom kibernetikám is. Na, lényeg a lényeg, hogy most ott tartunk, hogy nem tudom ki az a zöld. A Mordekaiser az élharcos. Passzus! Ja, mert ugye sötét csillag, de ugye itt az élharcos. Jó, oké. Na. Akkor Morde. Ez Morde. Az a zöld. De fura képe van. Na mindegy. Te a rendszer azt mondja, hogy az a morda, akkor az a morda, jó? Jó, jó. Na most már azért hárman csak megcsapják a izét. Az Arrit. Helyes. Na. Ebből. Hát Wukong kellene. Vagy Vi. Ha egyik se, akkor meg valami... Valami attack speed. De hát senki nem vitte el a Wukongot, úgyhogy elviszem én. És akkor még egy Wukong kellene, és akkor lenne egy kettes Wukongom, mint élharcos. És akkor már csak egy... Hát akkor most megint csak szintezni kellene, és akkor ki kéne rakni a mordét. Na, akkor szintezünk. Hogy ki tudjam rakni a mordét. Ezt meg kicseréljük, mert ez ugye van tárgy. Meg ugye el kéne kezdenem gondolkodni azon is, hogy Morello, drágakő, hextek, halálpenge, zeke. A zeke mondjuk nem lenne hülyeség. Alaptámadások és varázslatok.
Legyen ez. Szóval lehet, hogy most valamit elszúrtam itt. Ú, basszus. Igen, a Blitzcrank ellen jobb lenne, hogyha közelebb hoznám a... A Lucit, a Lucient. Na most ez így nem volt jó, hogy kikapták. Túl korán kikapta az a Blitzcrank. Na, most sok Mordekaiser van itt. Az úgy jó. Mondjuk egy Jace-nek is azért örülnék, meg az egy Leonának is. Úgyhogy szintezünk. És jelenleg ott tartunk, hogy következőn, most attól függetlenül, hogy gyerek vagy veszítek, lesz 12. Tehát következőben még nem tudok meglépni, mert következőben még nem tudom meglépni még a 7-es szintet. Sajnos. De a betolakodók után majd mindenképp. És akkor ki lesz rakva az élharcos, mindenki... Tehát az élharcosok legalább kapnak armort, 250-et. Ez mondjuk nem fog védeni a... Varázslók ellen, sajnos. Valamit kéne kezdeni ezzel a Wukonggal, mert... Mert nagyon-nagyon lassan nyomja el az ultiát. Hát ahhoz képest, hogy a Leon 1-es, ahhoz képest elég jól tartotta magát. Na. A helyzet az, hogy most van itt egy Vi. Egyelőre ezt is ide tesszük a szélére. Most ezeket itt lenyomjuk. A Lucient át kéne raknom valahova ide. Valahova ide be kéne rakni. Hogy a Wukong legyen mondjuk a legtávolabbi. Az ilyen Blitzcrank félék ellen. Jó, sok pénzt kaptam. No. Egy szint. Azt betesszük ide. És a Mordét rakjuk ide leghátra. Hogy távol legyen mindentől. És mindenkitől. Viszonylag. No. Azért kiveszek még egy Mordét, mert hátha. Hátha történik valami. Szóval elkezdünk egy picit szintezni, most már nem fogok szintezni. Most már ugye kellenek a karakterek. Így, né. Jó, a Vi az majd kész lesz mindjárt. Az Irelia az megvan. Az Irelia-ra kéne valami sebzés majd. Úgy, de lecsapták azt a Mordét. Az Irelia-ra majd kelleni fog egy sebzés. Na itt a Kayle. Úgyhogy a Kayle-t azt kivesszük. Mert a Kayle az majd később jól jön. Egyelőre azt mondom, hogy oké, okay. Wukongot most nem tudok kivenni. Hát lehet, a Leona az úgy marad, ahogy. Akkor most szintezünk egy picit. Ja, meg kellene néznem, igen, Vörösszeder, igen. Higany. Egyelőre. Ez kardmester, ugye? Meg a fene se tudja most ez így mi volt hirtelen. Azt láttam, hogy van ott egy élharcos poppi, meg ilyenek, de... Nem tudom, hogy most ez így ki volt, vagy mi akart lenni. Ugye nincsenek ugye felírva nekem a nevek. Mert ugye nagyon nem érdekel egyelőre. De top 3-ban benne vagyok.
Ezt nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. 36 a következő szintig 8. 8-as szintre fel kéne menni, ki kéne raknom az Irelliát. És akkor meg lenne. A kibernetikus az tény és való. De kardmester... Csak akkor lenne meg a kardmester, hogyha a két is kirakom, ja. Jó, tehát akkor innentől kezdve most már csak ezek maradnak. Tehát az újak közül egy Echo kellene már csak. És akkor meg lesz a kibernetikus 6. Na és milyen jó, hogy hátatettem ugye a mordét, mert így most a Blitzcrank azt húzta be. Hát most már behúzta a Lucient. Na hát ugye a Lucientnek az az előnye, hogy ugye ki tudott ugrani. Csak most ugye felmerül a kérdés, hogy vajon most így 3v2-be? Jó, meg tudtuk oldani, jó. Akkor jó volt, hogy, először nem a... hogy először a mordét húzta be. Na most egy kicsit jól jött. Na. Választási időszak van. Ott az Echo. Na, itt most az Echo kellene nekem. Ha nem, akkor még van Leona, még van Kayle. Ha nem viszi el senki se az Echo-t. Itt nagyon-nagyon ott mocorognak körülötte. De sikerült elkapni az Echo-t, jó van. Úgyhogy Echo megvan. Lehet, hogy kicsit változtatni kéne, lehet, hogy most az élharcosokat egy kicsit vissza kéne hozni. Mondjuk ilyen mord, hát mondjuk pont a mordét nem. Lehet, hogy a Jace-t azt ki kéne kapni. Így a csapatból, egyelőre. Úgyis egyes szintű, mondjuk a Wukong is. De a Wukong az kibernetikus, nem? Nem, a Wukong az nem kibernetikus. Az élharcos. Akkor szerintem kapjuk ki őket. Így. Eldobom az élharcos négyet. Kirakjuk a Zirelliát. Meg az Echo-t. Megvan a kibernetikus 6. Zirellia hát most... És egyelőre ezt megkapja, aztán majd meglátom, hogy mit fog belőle kihozni. Tehát ugye kell, hogy legyen rajta valami item, mert különben ugye nem kapja meg a bónusz sebzést, meg az életerőt. Hát ez a robotpilóta, ez most nem jött, nem jött jól. Meg ez a level, ez a harmadik szintű Enise. Most így nem volt jó. De az első helyezettel a robotpilóta betolakodós kombó volt. Na itt a Leona. És akkor... Szerintem szintezzünk. És kirakjuk a Kayle-t. Így megvan a kardmester 3, meg az élharcos 2. És lehet, hogy a Jace-re már nem is lesz szükség. Csak akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mit fog még kirakni. Mondjuk kéne még egy trash, lehet, hogy az élharcos ez így most bőven elegendő. Lucianek több sebzés kellene. Annak még több sebzés kéne összehozni. Na itt van még egy Irelia, az jó. Az jó. Ezek tudja, hogy itt maradnak. Ezek az hozzá nem nyúlok, az is biztos. Az Echo az kell. Irelia kell. Kayle annyira nem fontos. A mordesa biztos, hogy fontos. Na majd meglátjuk, hogy...
most ugye egyelőre itt tartunk. Az mondjuk nem gond, hogyha ilyen van. Tehát ez jó. Meg a Zephyr is jó. Ugye higany. A Zephyr is jó. Aj, meglátjuk. Jó, Irelia. Az kell. Kale. Hármason. Egy Wukong kellene. Vagy egy Jace. Mert ugye, ez ugye zöld ugye a morde. Ami mondjuk annyira nem probléma, nem az a helyzet. Jó, alakul. Darius, akkor nem. Mondjuk 25% esély van egy Wukongra. Vagyis hát lila szintű hősre. Tehát ugye mindenki kettes, csak az Echo nem. Meg a Wukong. Már a Wukong is. Egyelőre szedjük így szét a csapatot, most nem tudom, hogy hogyan vagyunk. Tehát valakinél van Blitzcrank is. Na most valahogy úgy kéne összeépíteni a dolgokat, hogy mondjuk, hogyha Wukongék itt maradnak hátul, akkor igazából az jó, mert akkor a Blitzcrank azokat behúzza. És akkor a Kale meg a Lucian az tud darálni. Na, egy valakit kilöktem, nagyon jó. Vagyis hát jó, annyira azért nem jó, de az Illusion-t azért kiszedünk, mert hát, hogyha össze tudok hozni egy harmadik szintit. És akkor kibernetikus kardmester, élharcos. Így, te trash. Fú, basszus. Ami mondjuk jó lenne, mert van a martalóc, meg időhajlító. És egyben. Akkor lehet, egy trash kéne. Kilencediknek. És akkor el kéne dobnom ezeket. Jó, akkor ez lesz. Trash lesz az utolsó. Kicsit szintezünk, jó? Aztán meglátjuk. Most egyelőre jó helyen állok, mert most második helyen vagyok. Nem jó, mert a Blitzcrank az nem. Tehát nem a Wukong volt neki legtávolabb. De mondjuk tök mindegy, mert így is ledaráljuk, le lesznek ezek darálva. Nagyon jó. Mondjuk két szinte vagyok magasabb, mint a kollega. Legalábbis voltam. Az jó, mert igazából az első helyzetnek van 61 pontja, nekem meg 58, a többiek azok minden 15-20 pont alatt vannak. Na, itt nekem most. Igen, ez kellett volna. Valami sebzés kellene. Hát... vagy sebzés... talán ez. Hogyha ezt ráteszem a Lucianra, akkor talán. Mert ugye ez elvileg HP alapján sebez ez a tárgy. Ugye? Ja, a viselő alaptámadásai a C-pont aktuális életrein a 12%-ával megegyező mértékű további fizikai sebzést okoz. De mondjuk az Irelia-ra is jó. Tehát arra se rossz. Na, akkor Lucian vagy Irelia? Legyen Irelia. Ez mégiscsak nagyobb erővel bír. Jó, egyelőre így, aztán már csak 24 pont kell. Na most megnézzük, hogy állunk. Íja, ez nem jó, azt a válkozt azt nagyon gyorsan el kéne onnan tüntetni. Nagyon jó, úgy. Hát most
4v3. Hát a Kale-nek annyi. Jó volt az az Irelia. Ez most nagyon jó. És a top 4-ben ben vagyok. Top 4-ben ben vagyok, úgyhogy innentől kezdve már nyertünk. Jó, szintezzünk szerintem. Ja. 12. Nem túl valószínű, hogy most közeljövőbe kiesek, úgyhogy most egyelőre maradunk így. Még két embert ki kéne lökni, az utána meg igazából úgy vagyok vele, hogy a első-második hely most már onnantól már mindegy nekem. Jó, nyilván nem mindegy, de jó lenne. 9. szint megvan, akkor kitesszük a trash-t. Szegény Kélt, az nagyon kikapja. Ja, meg hát ugye nyilván kellene az Echo is. Magasabb szintekem. Na minden, mert az Irelia, az nézd meg az Ireliát, mit csinál, úgy ledarálja őket, mint a fene. Jó, akkor... Fel vagyok szintezve. Na, hova rakjam a trash-t? Rakjuk ide. Na, és akkor kibernetikus kardmester élharcos, mana martalóc időhajlító. És akkor jelentő kezdve most már csak pörgetnem kell a pénzt. Vagyis hát a dolgokat, hogy meglegyenek a karakterek. Lucian, Wukong. Thresh. Az jó, az megint jó ez a tárgy. Valami közelharcra kéne dobni. Rátesszük a vájra. Echo. Hát a Kale szerintem már nem kell, de azért kirakjuk. Mert a Thresh-nek ugye van egy ilyen különleges képesség, hogy így be tudja húzni az itteni emberkéket, akik itt vannak ugye lent. Úgyhogy az se rossz. Ez egy nagyon jó dolog a Thresh-től, és akkor így gyakorlatilag többen is lehetünk kint. Egyelőre jól állok. Egyelőre nagyon jól állok. Na, Echo, nagyon jó. Level 2-es Echo. Wukonga szerintem nem kell. Irelliák jöhetnek. Egy Echo is jöhet. Jöhet még egy Kale. Jöhetne még egy Echo, hogyha lenne hely, de nincs. Most már lenne. Ez most is a végjáték, úgyhogy itt most már nem kell halmozni a pénzt. Itt már tényleg így most már csak all-in van. Jó, ezt kilöktem. És egyetlen egy ember maradt, aki még mindig harcol. Az én másolatom ellen. Na, hogyha srácok, lányok, nyertünk. Királyságosság, na, hát akkor az előzőben ugye vesztettünk, most itt nyertünk, úgyhogy meglett az első hely. Úgyhogy srácok, lányok, én akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szoli voltam, legyetek jók, ijatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra. Zárójelben 308 LP-t kaptam, és így... Az előzőben Vas 2-be voltam, most felugrottam Bronz 3-ba. Hát azért úgy azért na. Úgyhogy igen, ez a kibernetikus, élharcos, kardművész, kardmester... Mi volt még? Időhajlító? Meg még valami volt. Ez zseniális volt így.
Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, következő részben találkozunk, legyetek jók, jöttosok, fizetek, fizetek egymásra, addig is, sziasztok!